Köszöntöm a nézőket, Bonyhádon is elfogadták a város idei költségvetését. Filóni Ferenc Ibolya polgármesterrel beszélgetünk a következőkben részletesen is arról, hogy tulajdonképpen milyen évre számíthatnak a bonyhádiak. Hát ugye a költségvetés elfogadásának vannak szabályai, megvan, hogy meddig kell, tulajdonképpen a város el is fogadta, de aztán majd belemegyünk abba, hogy ez már azóta felül is íródott. Mit kell tudnunk, milyen lesz Bonyhádnak az idei éve? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Hát igen, alapvetően úgy történt, hogy február 15-ig van egyébként kötelezettsége minden önkormányzatnak Magyarországon, hogy benyújtsa a költségvetés rendelet tervezetét. Mi már február 14-én el is fogadtuk ezt. Egy 4,6 milliárdos főösszeggel, 4 milliárd 628 millió forint, hogyha milliós nagyságrendben pontosan szeretnénk ezt meghatározni, amelynek 42%-a működésre fordítódott a tervek szerint ebben az évben, és a fennmaradó 52%, ami valamennyivel több, és még mindig rendkívülinek számít, pedig fejlesztésekre fordítható 2019-ben. És valóban, ahogy említetted is, ez már rögtön az elfogadás pillanatában fel is borult, egy nagyon nagy örömteli hírnek köszönhetően, mely szerint Magyarország kormánya 1 milliárd 567 millió 180 ezer forinttal támogatta Bonyhád város önkormányzatát, ami kizárólag fejlesztésre fordíthatat. Így természetesen maga a főösszeg is megváltozik, meghaladta már így a 6 milliárd forintot, és a fejlesztési arányok is, hát a kétharmados részt is túlszárnyalták, 68% lesz idén, amit ebből a 6,2 milliárdból fejlesztésre fordíthatunk 2019-ben Bonyhádon. Volt ehhez hasonló már korábban? A tavaly évi főszámunk is hasonló volt, igen, és ott is a fejlesztési arányok alapvetően akkor a toppos uniós pályázatoknak volt köszönhető, most meg egy egyedi kormány döntésnek köszönhetően van így. Nézzük meg akkor, hogy tulajdonképpen mire mehetnek ezek a fejlesztések, mert ugye ezt is több irányból, vagy több forrásból szedi össze az önkormányzat, ugye van a saját erős, vannak a pályázatok, kezdjük talán a pályázatokkal. Így van, a fejlesztéseknek egy jelentős része az idei esztendőben is pályázati forrásból valósulhat meg. Ezeknek egy része olyan, amit már elnyert támogatás, megkezdődtek a beruházások, és áthúzódnak erre az esztendőre. A legjelentősebb ezek közül forintálisan és nagyságrendileg az a kehopos forrásból megvalósuló szennyvíztelep beruházás, amely az elmúlt év őszén már megkezdődött, és egész évben tartani fog az építkezés. Alapvetően, amit ebből a bonyhádiak észlelnek jelenleg, az csak aki arra jár a jelenlegi szennyvíztelep, hiszen annak a helyszínén kerül kialakításra egy teljesen új szennyvíztelep. A műtárgynak az építése zajlik most, ez így a mindennapokat nem befolyásolja, és lesz valamennyi rekonstrukciója is a vezetékrendszernek a projekt végén. Próbaidőre már a próbaüzemre már az év végén számítunk, úgyhogy ez az egyik legjelentősebb beruházás, ami áthúzódott forintálisan erre az évre, az megközelíti az 1,4 milliárd forintot. Másik szintén pályázati forrásból megvalósult fejlesztésünk, amelyet szintén elkezdtünk az elmúlt évben, az a csapadékvizes pályázatunk. Nagyon sok helyen probléma, természetesen alapvetően az alsóbb, mélyebben fekvő település részeken a csapadékvíz elvezetés. Így van, amiatt is, meg hát nyilván a dombosabb, magasabban lévő területekről Bonyhádon is lefelé folyik a víz, hogyha szabad így fogalmaznom. És ezzel szerettünk volna hosszú évek óta fennálló problémával foglalkozni, amire lehetőséget nyújtott ez a pályázati lehetőség. Itt is zajlik már az építkezés, alapvetően egy záportározó épül, aminek már a munkálatait láthatják a lakosaink, és egy csatorna vezeték is építésre kerül, és hogy egész pontosan értsük, miről is van szó, amiben a hétköznapok életét megkönnyíti majd egy nagyobb, hirtelen, egyszerre lezuduló csapadék révén, ami valójában őszintén az utóbbi években már így van, lesz egyáltalán, lassan, egyáltalán nem rendkívüli és ritka. Sajnos egy-egy nyáron több alkalommal is akár több havi mennyiségű csapadék egyszerre lezudul, és nincs az a rendszer, ami ezt egyébként elbírná. Hát, ha még az nem is korszerű. A Dr. Kolta László utcának a folytatásába Alkotmány utcán keresztül le, a Mikes utcán keresztül egy vezetékrendszer fog kiépülni, ami
elvezeti ebbe a kiépülő záportározóba majd, és ez mind egy közlekedő engedély fog működni. Amikor sok víz van, akkor annak a szintje nyilván megemelkedik, és bízunk abban, hogyha a talajból a víz az nem emelkedik magasabbra, akkor talán többször nem kell árvízű védelemmel foglalkozni a Gyár utcában, vagy akár említhetném a másik végét, a déli városrésznek a legmélyebb pontjain. Ezek ugye olyan beruházások, amik tulajdonképpen csak akkor tűnnek föl, hogyha nincsenek a lakosság több nagyobb részének. Mik azok, amiket majd észre is fognak venni, hogy tényleg valami igen, változott? Igen, eredetileg a pályázatokkal indítottunk, és azért még egyet említenénk, az agrárlogisztikai központ megépítésére is elnyertünk egy támogatást, itt is már előreadott állapotban vagyunk, a különböző szerződések megkötettek, és magára az építkezésre az idejében kerül sor, itt egy 480 milliós pályázati forrásról beszélünk. Még egyet hagy említsek, mielőtt a kérdésre válaszolnék. Ugyan nem pályázat, és nem is saját forrásból, hanem hitelből valósítjuk meg, de nagyon várjuk már, hogy elkészüljön, mert szerintem egy nagyon innovatív és lépést kell tartani a mai világgal, mindenképpen Bonyhád városának is. Egy 500 kW-os naperőmű parkot építünk. Itt is már munkaterület átadás megtörtént, a kerítés építésével kezdődött meg néhány nappal ezelőtt a munka, és bízom benne, hogy az idejárástól függően néhány hónap alatt ezek a napelemek kiépítésre is kerülnek, és bár egy 10 éves, nagyon kedvező kamatozású hitelkonstrukcióból fedezzük ennek a beruházásnak a költségeit, már a hiteltörlesztés mellett marad némi forrás a városnak bevételnek, és annak lejártat követően pedig a városkasszáját fogja gyarapítani. De hogy a kérdésre is válaszoljak, ami számomra igazán fontos volt az idei költségvetés összeállításakor, amikor már láttuk a számokat, hogy hogy is alakulnak, az, ami nagy örömre adott okot, hogy saját forrásból, a város saját erejéből, kétszer annyi forrás jut majd idén, akár fejlesztésekre, akár működési célokra, ahogy azzal a rendelettel a testület elfogadta, és ez a legfontosabb, mert ugye nagyon sok beruházásnál mondhatjuk azt, hogy a lakosság, meg ahogy te is fogalmaztál, a lakosság a hétköznapi szinten, ez nem érint minket, nem úgy érezzük, hogy ez nem ránk tartozik, nekünk ettől miért lenne jobb. De én úgy gondolom, hogy ugye összességében kell nézni, és minden mindennel összefügg, hiszen hogyha mi ipari parkot bővítünk, hogyha ha újabb cégek települnek le a városba, ha már a meglévő cégek itt jobban prosperálnak, és tudnak előre lépni ők is egyet, akkor ők magasabb iparűzési adót fognak befizetni a város kasszájába, és abból lehet mindenféle olyan közjóléti feladatokra költeni, mint például a járdák felújítása, árkok rendbetétele, amire viszont mindenkinek szüksége van, és mindenki a hétköznapjaiban megélheti ezt. És a saját forrás pont ezért érdekes, hogy ne legyünk kitéve akár a pályázati lehetőségeknek. Egyébként azt az elvet valljuk, és ezt én igyekszem tényleg első perccel, amióta polgármester vagyok, követni, hogy minden lehetőséget kihasználunk. Tehát az a vád, hogy elszalasztottunk bármilyen lehetőséget arra, hogy Bonyhádra plusz forrást hozzunk bármilyen célnak, ami a közösséget erősíti, nem valósult meg, és ez elszalasztódott. Ilyen vád nem érhet minket, a százezrestől a milliárdos nagyságrendig minden lehetőséget igyekszünk kihasználni. De pályázatok nem mindig vannak, és nem mindig vannak olyanok, amire a városunk indulhat, vagy csak jelentős önerővel. Tehát nagyon sok kitétel van, ami nem biztos, hogy összhangban van a mi elképzeléseinkkel. Ezért magát a várost megerősíteni az a legfontosabb feladat, és hogy idén közel 300 millió forint jut arra, hogy a város önerejéből tud kicsit többet küldeni járdafelújításokra, az intézményeknek a felújítására, azt talán számokban is, hogyha elmondjuk, nem is olyan kicsit, bár azt is lehet mondani, hogy tavaly volt nagyon kevés, és sosem elég, mert mindig van teendő. 9 millió forintról idén 30 millió forintra nőtt az a keretösszeg, amit idén az intézmények felújítására tudunk fordítani. Idén járdák, árkok és parkolóknak az építésére, ezeknek a felújítására egy jelentősebb összeget, 35 millió forintot határoztunk meg. Az elmúlt évek hagyományai 10 milliós nagyságrendben fogalmazták ezt meg és határozták meg. Úgyhogy nem mondom, hogy nagyságrendekkel, de mégis tudtunk előrelépni ezen a területen is egyet. Sőt, konkrétan útfelújításba arról döntött a testület, nevesítve a költségvetési rendeletben, hogy azt az utcánkat, amit legutóbb egy pályázaton próbáltunk annak
támogatásával elnyert összegből felújítani, és még abban a pályázatban nem született döntés, illetve sikertelen volt József Attila utcánkat, ami nagyon nagy átmenő forgalom van, és nagyon rossz állapot uralkodik ebben az utcában, mind csak az úttestet, mind a járdát illetően, ezt a saját forrásból, 70 millió forintból fel tudjuk újítani. Mindig lesz olyan járda, és olyan árok, és olyan utca, amit ugyanúgy kellene, ezt mi is pontosan tudjuk, és azon dolgozunk, hogy lehessen ebben is előre haladni, egyszerre sajnos minden nem megy. Az, hogy a saját erős beruházásokat ennyire bővíteni tudták, ez mire vezethető vissza? Arra, hogy egyre több cég van, és egyre több iparűzési adót fizetnek? Mert hát azért az önkormányzatok olyan sok helyről nem jutnak pénzhez. Tehát nagyjából ez a pár helyi adó van, amit kivetnek. Részben ennek is köszönhető. Alapvetően nagyságrendileg azt mondható, hogy vannak olyan meglévő komoly cégeink. Két céget, ha szabad, meg is említenék, az egyik a Knipl Kft., a másik pedig a Schaefer Ösztönle. Mindketten több száz főt foglalkoztatnak. A Schaefer Ösztönlénél egész pontosan több mint 400 embert, 407 főt foglalkoztattak az elmúlt napok információja szerint, és természetesen az ő jobb prosperálásuknak köszönhetően egyre több adót fizetnek be a városkasszába, de köszönhető ez azért részben a működési oldalon azoknak a feladatalapú támogatásoknak a részben való növekedésének, amit a magyar kormánytól kapunk. Menjünk akkor tovább a működésről, hogyha néhány szót beszélünk. Ugye itt is van intézményhivatal, van egy csomó kötelező feladat, aztán az önkormányzatok egy csomó nem kötelezőt is, ami nyilván erejükből futja vállalnak. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez ugyanolyan, mint otthon a saját családi kasszánk, hogy először azokat kell kifizetni, amit muszáj, mert valahol laknunk kell, annak vannak rezsiköltségei, fontos, hogy fedő legyen a fejünk fölött, biztonságban éljünk, és legyen az asztalon minden nap mindenkinek meleg ennivaló. A város költségvetése sem különbözik ettől, felelősek vagyunk valamennyi intézményünkért, hiszen az önkormányzatnak intézményfenntartói kötelezettsége is van, vannak kötelezően ellátható feladataink, és van a közös Bonyhádi közös önkormányzati hivatal, és maga az önkormányzat. A költségvetés a gazdálkodás egyensúlyára törekedve, hiszen ez a legfontosabb szempont, amit ilyenkor magunk előtt szem előtt kell tartani, egy biztonsággal, takarékosan, de mégis nem a legszigorúbban lett megtervezve, tehát minden intézménynek van egy bizonyos önállósága, mindennapi problémákkal nem kell a városházára egyetlen egy intézményvezetőnek sem szaladgálni, 2019-ben sem. Ugyanakkor arra figyelünk, hogy ez ne forduljon át egy olyan bő és felesleges kiadásokba, de egyik intézményvezetőnk sem ilyen, tehát pontosan tudják. Ők nagyon hosszú éveken, sőt van köztük olyan, aki évtizedeken keresztül már intézményvezető, pontosan tudják, hogy volt olyan időszak, amikor sokkal komolyabban megszorításokra volt szükség ahhoz, hogy ők működni tudjanak. Hál' Istennek ma már ez nem így van, de az alapelvek ezek, takarékosság és a biztonság. Hogyha még visszakanyarodunk egy kicsit a fejlesztésekre. Ugye beszéltünk itt egy kormánytámogatásról is, ami ugye közbe jött, már tudható volt, de még nem volt erről úgy konkrétum, hogy egyébként ezzel tervezni lehetett volna. Mit takar ez a másfél milliárdos beruházás? Igen, erről azért ilyen fura beszélni, mert hogy nyilván akik hosszú hónapok óta dolgoztunk azon, hogy ez a kormány döntés megszülessen, és amikor én magam már a kezembe fogtam miniszterelnök úr aláírásával a döntésről a papírt, akkor már tarthattunk nagy örömünkre egy sajtótájékoztatót, hogy minél hamarabb meg tudjuk osztani az örömünket, mert ugye a mondás is utatja, hogy a megosztott öröm az annál nagyobb. De akkor még nem jelent meg, és akkor válik hivatalossá egy ilyen döntés, amikor a magyar közlönyben megjelenik. Erre február 18-án került sor, 1048/2019-es kormányhatározat alapján részesültünk ebben a támogatásban, és ezért elfogadtuk ezzel a főösszeggel, amit a legelején az interjúnak említettem, a város költségvetését, de rögtön ezzel meg is emelkedett. Hogy konkrétan mire fordítjuk? Alapvetően volt egy gondolkodás arról, hogy a önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát szeretnénk felújítani. Ott már 2017 őszén megfogalmazódott mind az Egyesület, a BVLC részéről, mind pedig a sportolók részéről egy olyan igény, ami egy több mint 40 éve komolyabb felújításon
nem áteső intézménynek a teljes körű megújítását jelenteni, és ez pont ebben a teremben egy prezentáció alkalmával bemutatásra is került, hogy ez ne csak vágyálom legyen, hanem kézzelfogható valóság. Ezért kezdődött el egy olyan gondolkodás, hogy hogyan tudunk ehhez forrást keresni, hiszen azt azért meg kell látni, hogy ilyen nagyságrendű több százmilliós beruházásra sajnos még egyelőre nincs lehetősége a városnak. Tehát ez akkor megmaradt több százmilliósnál, és nem stadionról kell itt gondolkodni. Nem, egyáltalán nem stadionban van a szó, a meglévő sportpályának a felújításáról. Ugyanakkor azt is látni kell, mi bonyhádiak pontosan tudjuk, persze Mór szülőhazájában, hogy itt van a kuriális épület, az a szülői ház, amiben persze Mór honvédtábornok született, aminek az állapota azóta, amióta nem kollégumként funkcionális, üresen áll, és ez már több mint 10 éve folyamatosan romlik, és bár nagyon sok pályázaton és együtt gondolkodás volt, indultunk, hogy hogyan lehetne ennek a felújítására forrást találni, de nem adódott lehetőség. Volt olyan pályázat, amin indultunk, de nem nyertünk, egy norvég alaposon legutóbb. Gyakorlatilag olyan szinten előre előkészültünk itt egy felújítással, hogy engedélyes építési tervünk van erre a műemlék épületre. Idézőjelben csak az a néhány százmillió hiányzott hozzá, hogy felújítsuk. És számtalan ötlet is előjött az elmúlt években, hogy mi legyen ebből az épületből. És én azt mondom, hogy köztük nagyon sok életképes is volt, mert kiválóan alkalmas lehetett volna ez egy idősek otthonára, akár bármilyen más funkcióra, csak ennyi év eltelte utána meg kellett fordítani a logikát, és hogyha ezt elfogadják tőlem a bonyhádiak, akkor ebbe érdemes közösen gondolkodni. Be kellett látni 7-8 év próbálkozás után, hogy egy több mint 600 milliós beruházásnál arra, tehát olyan célra kell majd felhasználni az ingatlant, amihez forrást tudunk biztosítani. És hogyha ez a sport alapvetően, az is egy kiváló cél, ami támogatandó, és önmagába egy több funkciós épületet fogunk viszont látni egy jó egy év felújítási időszak után, ami valamikor várhatóan szeptemberben kezdődhet meg. Ugye jelenleg egy tervezés időszak zajlik majd, amikor kiválasztásra kerülnek a tervezők, utána lesz egy közbeszerzési része, ahogy a kivitelezőket is ki tudjuk választani, engedélyekkel részben, ahogy már említettem, rendelkezünk, és reményeink szerint szeptemberben elkezdődhet a felújítás mindkét helyszínen, és körülbelül egy évig tart mindkét helyszínen, és akkor valamikor 2020 őszén pedig, amikor majd birtokba vehetik újra a bonyhádiak a Perszelmór szülőházát, a kastély épületét, és nem csak magát az épületet, hanem az udvarban még egy épületet és a teljes parkot, ami egyébként egy gyönyörű természetvédelmi terület, csak ma nagyon mostoha körülmények uralkodnak benne, akkor remélem, hogy megnyugszanak azok a kedélyek is, akik ma úgy gondolják, hogy ezt a forrást másképp kellett volna felhasználni, vagy magát az ingatlant más célra kellett volna felhasználni. Teljesen meg fog látszani a megújulás magán a környéken is? Hát igen, a kastély parkja is ugyanúgy része a projektnek, és miután több mint 10 szakági tervezőt vonunk be a tervezésbe, köztük kertépítő, tájépítő mérnököt is, ezért nagyon bízom benne, hogy az is gyönyörűen megújulhat. Hogyha visszatérünk még egy kicsit, most ugye ez megint a működéshez, de akár fejlesztéshez is kapcsolódhat, ugye szóba került itt most a BVLC, akik tulajdonképpen egy sportegyesület, igen, de nyilván ugye egy civil szervezet, és a civilek támogatása Bonyhádon mennyire jelenik meg ebben a költségvetésben? Visszatérve még egy gondolattal, és még a sportfejlesztésre a BVLC említése kapcsán, az ottani tervezés pedig nem csak kizárólag a futballról szól, hogy ezzel is erősítsem a közös gondolkodást a bonyhádiakkal, hanem egy olyan rekordtán futópálya kerül majd kialakításra, és olyan atlétika pálya szintén rekordtán felülettel, ami a nagyszerű atlétáinknak, akik itt Bonyhádon a gimnázium és az atlétikai centrum keretein belül sportolnak napi szinten, szintén majd birtokba vehetik, és bárki, aki sportolni szeretne, tehát nem csak maga a futball kizárólag. De hogy újra a kérdéshez is visszakanyarodjunk és válaszoljak arra is. Ahogy az előbb is említettem, az idei évben egy picit előre tudtunk lépni, és mindenkinek egy picit több jutott. Így idén a sportegyesületek számára is
nagyobb támogatást tudtunk javasolni, és fogadta el a testület. A tavalyi 24 millió forinthoz képest idén 30 millió forintos támogatásban részesülhetnek. A pályázatok már, felhívások már meg is jelentek. Március 11-ig várjuk valamennyi civil és sportegyesület részéről az önkormányzat felé benyújtott pályázataikat. Tehát pályázniuk kell, és nem csak úgy alanyi jogon lesz Igen, kiosztva. Pályázni kell. Hosszú évek óta ez a hagyomány, és ez egy nagyon jól kialakult hagyomány, és nem csak pályázniuk kell, hanem el is kell számolniuk az előző évben kapott támogatással, és ezt követően vehetnek részt egy újabb körbe. Szerintem ez közpénzek felhasználásán így helyes. A pontos elszámolása a jogkapcsolat alapja ugyanúgy, ahogy a barátságban, meg a családban, így az önkormányzat életében is, de semmi akadálya annak, hogy természetesen mindenki, aki ezzel így járt el, az idén is ezt megtegye. Civilek esetében egy picit sajátos a helyzet, mert itt ugyan nem nőtt az idei forrás az önkormányzat részéről, de az önkormányzat megnyert már egy másik pályázatot, amiből 83 millió forintra tudnak szintén pályázni a bonyhádi civil szervezetek. Az a 6 milliós városi költségvetésű nagyságrendhez képest pedig, hát nem kell mondanom, hogy egy soha nem látott hatalmas összeg, úgyhogy ott is már nagy munka zajlik, és várják a felhívást, és én mindenkit arra biztatok, hogy induljon ezen a lehetőségen két évre, 19 és 2020-ra meghatározhatják és megalapozhatják az egyesületek, a civil szervezetek jövőit. Némi eszköztámogatásra is lehetőség van, de alapvetően rendezvényeket, programok, közösségi programok szervezésére lehet majd ezt benyújtani. Akkor ez valamelyest tehermentesítette az önkormányzat költségvetését, vagy ez bekerül a költségvetésbe, és úgy maradt az nagyságrend, tehát nem, mi attól nem adunk kevesebbet, hogy még ez a plusz lehetőség is van, a kettő erősíti egymást. És talán a gondolkodásnak itt érik be az a része, ami számomra nagyon fontos, mert tényleg azt el tudjuk képzelni, aki nem minden nap ezzel dolgozik, mint mi itt a Városházán, a nagyszerű kollégáimmal, akik segítségemmel vannak abban, hogy ez a város most ma ott tart, ahol, és megindultunk egy olyan fejlődés, egy olyan építkezés útján már az elmúlt 4 évben, ami remélem, hogy azért hosszú évekig töretlen marad, és tényleg itt ezúton köszönöm meg valamennyi kollégámnak, jegyzőasszonynak, osztályvezetőimnek és minden egyes munkatársamnak, hogy segítik ezt a közös gondolkodást. Nem mindenki él ebben a napi 10-12 órában, hiszen nem ez a dolguk a városlakóknak. Hogy miért fontos ez számunkra mégis, hogy, mert sokszor mondják, hogy ó, hát most ipari park bővül, miért jó az nekünk. Legyen egy olyan hely ez a kisváros, ami egyébként nem egyedül az országban, hiszen nagyságrendileg Magyarország 30%-a él hasonló kisvárosban, mint Bonyhád, egy ilyen nagyságrendű településen. Fontos számunkra, itt éljük a hétköznapjainkat, itt találtunk munkát és megélhetést, és ide érünk haza a családunkhoz, hogy ez egy olyan élhető kisváros legyen a jövőben is, ahol mindenki azt érzi, hogy jó itt élni. Számunkra ez a legfontosabb, ezért dolgozunk itt a Városházán minden nap. Akkor legyen ez a végszó szerintem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!